A bajnokság első meccsén hazai környezetben döntetlenül játszott a Kecskeméttel a Kisvárda, amely két hete a főpróbának számító dobókupán legyőzte riválisát, így vendégként is a sikerreményében lépett pályára a tavaszi nyitófordulóban. Jól indította a meccset a KKC, az első félidőben négy gólos előny szereztek lévaiék. A második játékrész derekán átvette a vezetést a házigazda, aztán viszont sebességet váltott a kisvárda, és a hátralévő 13 percet 12 egyre megnyerve maga 10 gólos győzelmet Rád Sándor együttese. Jó kondicionális állapotban van a csapat. Nagyon sokat ütköztünk, harcosan védekeztünk. Ez egyre inkább az arculatát jelenti a csapatnak, tehát több csapat is próbálkozik ezzel az agresszív, de azt hiszem, hogy nálunk a harcosság hőfoka talán ennél is magasabb színvonalon van. Ültek a kontrajátékok, és hát volt egy Solc aki korábban ugye már ott védett és olvasta egyre inkább hitehagyott lövéseiket. Nem kell messze menő következtetés le van, hisz még nagyon sok bajnoki meccs van hátra, de talán ezzel a nyitó mérkőzéssel egy, egy, kicsit felvertük a port magunk körül. Többen odafigyeltek, ahol én láttam, nem csak arra, hogy külföldi játékosaink vannak, hisz a többi csapatnak is van, hanem, hanem egy kondicionális szinten is, és a tanulásban is, mint támadó, mind védő tevékenységben egy picit előrébb léptünk. A kisvárdai KC öt idegenbeli mérkőzést követően pénteken ismét hazai környezetben lép pályára, 17 órai kezdettel az orosházát fogadja Rácz Sándor együttese. Most már szerintem minden csapat ellenünk úgy készül, hogy a kisvárdától tartani kell, tehát biztos, hogy odafigyelve jön az orosháza. Két kettős játékengedő játékost igazoltak Csabáról most a szünetbe, ettől függetlenül. Mi készülünk a mérkőzésre, nem akarjuk túl készülni. Hazai pályán nagyon-nagyon rég játszottunk, de mindenképpen a győzelem irányába szeretnénk játszani. Az NB 1 b keleti csoportjának élén az Zegri Eszterházi Főiskola csapata áll 25 ponttal, megelőzve a 24 pontos Kispestet és a 21 pontos Kisvárdát. Az a 17 ponttal a hatodik helyen várja a pénteki mérkőzést.